My name is Sonia. I'm from Budapest, and I'm a story. 7 éves voltam, amikor elkezdtem gitározni, tanulni. Igazából a szüleim ötlete volt. Édesapám is és édesanyám is szerették volna, hogyha a tánc után mindenképpen megtanulok egy hangszert. Így indult az egész, és 14 éves koromban kezdtem komolyabban venni, és beszálltam az első, hát metal zenekarnak mondható zenekarba. Talán a legtöbb ember, aki előtt felléptem, az nagyjából 4000 fő volt. Ez 2013-ban az MR2 Petőfi Rádió Symphonic Live keretén belül történt meg. Most amellett, hogy ilyen szavakat használok, hogy hatalmas, meg elképesztő, most így ezek mellett, a szavak mellett igazából így azt tudnám mondani, hogy ijesztő. És nagyon-nagyon-nagyon sokan így vannak vele, még a legprofibb zenészek is szerintem így vannak vele. Viszont amikor felmentem a színpadra, akkor ez egyszer csak így a fények leoltásával együtt el tudott tűnni arra néhány percre, amíg a színpadon voltam. Ha valaki azt mondja nekem egy évvel ezelőtt, hogy egy év múlva itt fogok ülni, és az Intimissimi kampányában fogok részt venni, mint zenész, és a zenekaromról kell majd beszélnem, és a zenekarom képviseletében fogok gyakorlatilag itt ülni, akkor egészen egyszerűen kinevetem. Mindenki életében lehetett egy olyan időszak, amikor, és az én életemben is volt, amikor egyáltalán nem éreztem magamat tökéletesnek, sőt. És próbáltam minél inkább tenni azért, hogy így jobban érezzem magamat a saját bőrömben. Úgyhogy az, hogy ebben szerepelhetek, az nem csak hogy hatalmas elismerés a számomra, hanem egy írtó nagy felkiáltó jel ahhoz, hogy nem tudom, hogy mennyiben inspirálhat embereket az én sztorim, de nagyon-nagyon szeretnék önmagam maradni. Nagyon szeretném megőrizni azt a fajta hitelességet, amit nem csak ugye a bőrömön keresztül tapasztalhatnak meg, hogy igen, ez én vagyok, hanem mondjuk a zenémen keresztül is, hogy igen, ez is maradok, amit most játszunk.